Sziasztok, én Német Kornél vagyok, mögöttem messze az M6-os autópálya, egy kicsit közelebb pedig az új Dacia Docker, akarom mondani, Renault Express. Mert hogy ennek az autónak a legnagyobb újdonsága, az ténylegesen ez a Renault jel, ugyanis mostantól ezt a modellt a Dacia helyett a Renault fogja árulni. Természetesen ezzel az értékeiből semmit nem fog veszíteni a modell, hát és igazából mik is voltak ennek az autónak az értékei? Olcsó, elérhető, észszerű. Meg kell, hogy valljam őszintén, ez tényleg nem változott. Tehát kemény műanyagokat találunk, de praktikus tárolókat. Ott is elfér mindenféle jó. Itt alatta, hogyha megnézitek, semmi szövet. Ez igen, ez a kis kivehető lábtörlő, ez szövet, de ezen kívül alatta már műanyag. Igazából ez egy munkagép. És mint olyan, nem is kell, hogy túl legyen extrázva. Ez egy elég magasan megpakolt példány, azért itt ilyen félbőrüléseket már kapunk, meg ugye itt van benne a nagy tablet is, ami szintén extra, és egyébként egy egész korrekt hangzású hifi is jár mellé, ahhoz képest, hogy a kategóriában szerintem az elvárás az, hogy legyen. A klíma manuális, ez is a Dacia-kból lehet ismerős ebben a formában. Igazából erről a részéről nincs nagyon mit elmondani, tudja, amit teljesítenie kell, gond nélkül. Itt fenn is ugye kis tárolót kapunk, hogyha esetleg beejtenéd akkor a dolgaidat oda, akkor innen ki tudod venni. Egyébként van is itt valami, gratulálok, valamelyik haverom ide rejtette a Mekis kis üdítő tartót. Innen is üdvözöllek, akárki voltál. Szóval ez ilyen, állítható magasságú üléseket azt kapunk persze, meg a támlát is innen lehet kezelni egyébként, meg van egy ilyen kis kartámasz is, tehát mondom, minden megvan benne, ami úgy mindenképpen szükséges, állítható magasságú fényszóró is, manuális 6-os váltó van hozzá, ez az 1.5 DC-ivel, az erősebbik 1.5 DC-ivel van. Gyertek, ezt is megmutatom gyorsan nektek, amint megtalálom, hogy hol nyitom ki, ott. Igazából ezzel se fogok túl nagy újdonságot mutatni, ez egy vicces, olcsó megoldás. Itt ketyeg benne a kis dízel, el van, elviszi. Nyilván azért, hogyha meg van pakolva, akkor azért már problémázna vele így ezzel a körülbelül 95 lóerejével. Szóval igen, ez a legnagyobb újdonsága, hogy Renault. Itt hátul, hát most van benne némi cucc, de hát ebben lesz még több is, ahogy használni fogják. Itt azért egy kicsit, itt például azért elgondolkozok, hogy ez inkább Dacia, mint Renault ez a megoldás, tehát hogy ezt a panelt, ezt azért érdemes megnézni rajta, de úgy nagyon nem tudok rosszat mondani rá tényleg, mert olcsó, tehát hogy az alapváltozat az bőven 4-essel kezdődik, jó igaz azért még benzinmotorral kapjuk, de szerintem 6 millióig el se kell rúgni ahhoz, hogy nagyon-nagyon korrekt munkásautót kapjunk. Nyilván ugye ez itt minden egy szál lemez, ahol csak tudtak, spóroltak, de igazából nem tudom, szemfülesebbeknek feltűnhet, hogy itt van egy LED sor meg egy matrac. Erre csak annyit tudok mondani, hogy aki BMW-t vesz csajozni, az így járt, mert ez tud olyan dolgokat, amiket egy BMW nem, mondjuk egy olyan filéres matraccal kombinálva. Igazából tolóajtó is korrekt, hogyha kitolod a végéig, akkor ugye ott marad, de egyébként most igazából amire kell, arra jó. Ez zavaró egyébként, hogy bár az alja elég hosszú, de itt fenn azért egy jó nagy darab kiesik belőle így a kabin miatt. Na, most itt álljunk meg egy picit. Sziasztok, én Német Kornél vagyok a jövőből, éppen ezt a videót vágom, és hát rájöttem valamire, amit itt, amikor ezt a videót forgattam, még nem tudtam. Nos, nem véletlenül szoktunk mi minden autót lemérni az autonavigátornál, a teszteknél, a műszaki adatoknál megtaláljátok a mi mérésünket is, és ez egy tipikus esete annak, hogy erre igenis szükség van, mert én itt elmondom ebben a videóban, hogy itt van egy jelentős térveszteség, hogy hosszabb a padló, mint amennyit valójában bele lehet pakolni a kabin miatt. Viszont amire én nem gondoltam, hogy ugye le van írva, mindjárt megkeresem, itt az árlistában,
Itt vannak a pontos méretek, igen, és ezt az adatot keressük. Szóval ide az van írva, hogy 1915 mm, és hogyha megnézitek, akkor azt a vonalat jelöli meg, ameddig a kabin beleír a dobozba. Na most én is lemértem ezt az adatot, illetve hát én ugye a padlót mértem, hogy pontosabb legyek, és összevetve ezekkel az adatokkal kiderült, hogy az én mérésem az 1900 mm a padlóra. Na most, hogyha 1900 mm a padló, akkor ez nem lehet 1915, úgyhogy azt a filléres matracot, amit láttatok a videóban, azt én lemértem, egyébként itt látszik, hogy hogy néz ki pontosan a kabinnak a hátulja, és itt is nagyon látványos, hogy a padló az hosszabb, mint amennyit valójában bele tudsz pakolni. Na most az a matrac, ami milliméterre pontosan fért be ide, tehát hogy az ajtót rácsukva már feszült, úgyhogy a padlón volt, és hát nyilván nem innentől, az volt 1,9 méter. Tehát az egy 190 hosszú matrac volt. Szóval ezt szerintem mindenképpen érdemes tudni, hogyha ezt az autót szeretnétek választani. És a másik pedig, hogy ugye amiről beszélek a videó elején árak, mivel ez egy főként céges vásárlásokra szánt autó, ezért amiről beszélek azok a nettó árak és nem a bruttó árak. A bruttó ár az ugye nyilván ebben az esetben valahol 1 millió forinttal feljebb kezdődik. De ugye itt azért is erről beszélek, mert inkább a nettó árak lesznek a lényegek. Szóval, vissza a videóhoz. Ez zavaró egyébként, hogy bár az alja elég hosszú, de itt fenn azért egy jó nagy darab kiesik belőle így a kabin miatt, viszont hát ugye ez azért kellett, hogy le lehessen benne ülni normálisan, és ne kelljen az embernek belehajolni a saját térdeibe. Én igazából meg voltam vele elégedve az egy hét alatt, amíg nálam volt, amit el kellett vinni, azt elvitt mindig gond nélkül. Egy strapabíró munkagép. Most lényegében teljesen mindegy, hogy a franciák milyen jelet tesznek rá. A Dacia Docker az jó volt, és én úgy gondolom, hogy jó is marad ebben a formájában. Úgyhogy én Németh Kornél voltam. Találkozunk az autonavigátoron, kövessetek minket a Facebookon, Instagramon, YouTube-on, mindenhol. Én pedig most visszaülök ebbe a csodálatos munkagépbe, egyébként tényleg élveztem az egy hetet vele. És találkozunk legközelebb. Megyek átvenni egy Sanderót automata váltóval.